Üdvözlöm Önöket! A Hegedűs a háztetőn című népszerű musicalt láthatták nemrég Újvidéken. Az Újvidéki Színház és a Szerb Nemzeti Színház koprodukciójaként szerb nyelven. A színpadon mintegy 40 magyar és szerb színész játszott teltház előtt. Az előadást a marosvásárhelyi születésű Béres Attila állította színpadra, aki 15 évvel ezelőtt már megrendezte a darabot Magyarországon. A mostani munka azonban igazi kihívás volt számára. Akkor sokkal fontosabb volt számomra ez az előadásban, hogy sokat emlegetett tradíciá, hagyomány. Azt gondoltam, hogy ez egy iszonyatosan fontos dolog. Én is egy kisebbségben felnőtt ember vagyok, mondjuk Marosvásárhelyen születtem, erdélyi magyar vagyok. Azt is mondhatom, hogy édesapám az erdélyi magyarság egyetlen létező, vagy most már több létező, de akkor egyetlen létező pártjának az egyik alapító tagja, az RMDSZ-nek, tehát egy ilyen nagy magyarság tudattal megáldott kedves ember, és valahogy ez a neveltetés, ami jött velem, akkor még azt mondatta, hogy a hagyományaink, a nyelvünk, a szokásaink, az öltözködésünk, az mind-mind-mind meghatározza az embert. Ma már azt gondolom, hogy az ember határozza meg az embert, és ezek ilyen adottságok. Tehát, hogyha úgy mondhatom, egy picit szabad elvűbben gondolkodom. Tehát jelen pillanatban akkor, amikor az Áron azt mondja, hogy tradíciá és káromkodásra nyitja a száját, ez a véleményem a hagyományról erősen. De ez nem jelenti azt, hogy mondjuk a széki legényest ne tartanám fontosnak, vagy a most hirtelen vajdasági magyar hagyományt szerettem volna mondani, nem tudok mondani, mindegy, de hogy azt ne tartanám fontosnak. Csak akkor is abban a hagyományban is az a fontos, akik azt csinálják, és nem maga a halmaz. A bemutató remekül sikerült, a közönség vastapssal jutalmazta a produkciót. Igen, nagy taps volt a végén, de ez szerintem nem csak nekem szólt, tehát ez egy nagyon nagy munka folyamatnak az ajándéka volt, úgyhogy szerintem mindnyájan nagyon örülünk, hogy ez ilyen jó sült el, és ilyen reméljük, hogy szerintem ugyanilyen jó hangulatban fog zajlani, mint az előadás, mint a fölkészülések az előadás előtt, és hogy sokáig fogjuk játszani. A Szerb Nemzeti Színház és az Újvidéki Színház színészei a mintegy 7 hetes próbafolyamat alatt sokat tanultak egymástól. Vrlo smo različiti kao ansamblovi i jako je dobro da smo se ukrstili. Konkurencija je jako zdrava stvar, oni imaju mnogo više iskustva od nas u ovome i jako je dobro što su bili sa nama i što su nam pomogli. Ko je pametan učio od njih i mislim da su tačno uzeli oni od nas ono što njima nedostaje kao i mi od njih onoga što nama nedostaje. Én személy szerint nagyon furcsán éreztem magam már az első olvasópróbától, mert rengetegen vagyunk a darabban. Nagyon, nagyon széles, nagyon nagy a szereposztás, és én még nem dolgoztam ilyen nagy csapatban. Ugye nálunk az Újvidékiben vagyunk talán 20-an színészek, itt vagyunk 40-en, majdnem 50-en a színpadon. És akkor ilyenkor persze, hogy a figyelem is több felé szóródik szét, és a koncentráció is, és ez kellett egy időm, mire ezt megszoktam. De ugyanakkor most annyira fog hiányozni ez a sok ember, akikkel nap mint nap ugye együtt voltunk, mert így úgy érzem, most ez ilyen patetikusan hangzik, de megszerettük egymást. 50 napos munka áll mögöttünk, nagyon hosszú, nagyon nehéz, de nagyon izgalmas. Én azt hiszem, hogy egy fantasztikus élménybe lehetett részünk, nekünk is, meg a szerb kollégáknak is, mert első ízben dolgoztunk így együtt, de mondhatom azt, hogy teljesen zökkenőmentesen és az a belterjes kis viszony, amiben eddig éltem, teszem azt az Újvidéki Színházban, ez most egy kicsit kinyílt, kibontakozott, és új színészbarátokra tettem szert. Én személy szerint, de úgy látom, hogy mindenki. És egy fantasztikus csapattal dolgoztunk, a rendezőtől kezdve, a zenekaron keresztül, akár a sminkes hölgyekig, úgyhogy én nagyon meg vagyok elégedve, és nagyon, nagyon boldog vagyok, hogy ez így összejött. A két színház közös produkcióját a Budapest Klezmer Band közreműködése egészítette ki.
Májusban véget ért a Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál Szabadkán. 15 ország 18 előadása volt látható három különböző színpadon. Szappanbuborékokkal, tűzijátékkal és az egyik legnépszerűbb szerb gyermekdallal nyitották meg a Szabadkai Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivált. A megnyitón Minya Szubota zeneszerző műsorvezető vehette át a Kisherceg életműdíjat. Elismerően szólt a hosszú múltra visszatekintő fesztiválról. A közönségnek és mindenkinek, aki eljön a fesztiválra, bemutatjuk azt, hogy mi a legjobb a legkisebbeknek szóló színházi munkában. Ez nem csak azért fontos, mert a legjobb pillanatokat látja a közönség, hanem azért is, mert tanulni lehetnek az alkotó munka fejlődésének is. A fesztiválra több mint 50 ország fellépői, mintegy 200 előadással érkeztek. Szlobodan Márkovics, a fesztivál igazgatója ezek közül választotta ki azt a 18 előadást, amelyeket május 17-e és 22-e között három helyszínen láthat a szabadkai közönség. Ami a Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivált illeti, mi már régen nyitottunk az Európai Unió felé. Évek óta az előadások és a kísérő rendezvények 70-80, akár 90%-a is az Európai Unióból érkezik. Az idei fesztivál első előadása Magyarországról érkezett. Fekete István Vuk című regénye alapján a budapesti Inverse Dance Társulat mutatott be sajátos zenés-táncos feldolgozást. A gyerekek élvezték legjobban az állatszereplők humoros mozgását. Van róka, kakastyúk, csirke, vadász, kutya, nyúl. Uh-huh. És mit csináltak a színészek? Táncoltak? Mit csináltak? Táncoltak. Meg? Érdekes volt az előadás? Szép. Igen, szép. A szabadkai közönség nagy érdeklődéssel várta a gyermekeknek szóló zenés előadásokat. A Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál programjába idén több kuriózum is bekerült. A szülők is örültek, hogy a színpadon viszont láthatják gyermekkoruk hőseit. A mi gyerekkorunkból is ugye ismert, és így tovább lehet nekik is adni ezt a mesét, úgyhogy nekünk is ismerős, mivel mink ezen nőttünk föl, és remélem ők is ezen fognak fölnőni. A kisvuk történetét a mozgás nyelvén mesélték el a magyarországi színészek a szabadkai gyerekeknek. A címszereplő szerint mindig nagy kihívás kicsiknek szóló előadásokat készíteni. Egy gyerekdarabot iszonyatosan nehéz megcsinálni, pontosan ezért, hogy ugye érthető legyen számukra ugye maga a tánc. Tehát szerintem nagyon fontos, hogy egyszerű legyen, érthető, és ha ugye nincs is benne túlzottan sok szöveg, de mégis a mozgás meséljen a gyerekeknek. Az Inverse Dance Társulat előadásai interaktív módon viszonyulnak a kicsikhez. A táncosok kérdéseket tettek fel a gyermekeknek, bevonták őket a játékba. A gyerekeket be kell emelni, be kell vonni az előadásokba, tehát az mindenképpen egy cél, hogy a gyerekeket minél egyszerűbben és minél tisztábban tudjuk az előadásba beemelni, ezért fotózkodunk, ezért visszük őket a színpadra, mikor mit sikerül az adott produkcióba betenni. A gyerekek pedig ezt nagyon-nagyon meghálálják, tehát együtt lélegeznek, együtt nevetnek, együtt sírnak, hogyha arról van szó. A Szabadkai Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál középpontjában az idén a Magyar Bábjáték áll. A rendezvényen megnyitották a Magyar Bábjátszás 100 éve című kiállítást, a következő héten pedig több magyar nyelvű előadást láthat majd a vajdasági közönség. Tasnádi István Titanic vízirevű című előadásával zárták a színjátszó évadot a Fabula Rasa diák színjátszó Grund nagycsoportosai. A darabot eredetileg felnőttekre írta Tasnádi István, a Grund természetéből adódóan azonban az összes szerepet ebben az előadásban gyermekek játsszák. Karambolozni tetszik! Jézusom! Hát a kint is mondta, hogy a zavató pályán egy busz, meg egy schlepper. Az előadás fő témája a vidékiség. Az a kiszerű lét, amelyből kitörni vágynak a szereplők, esetünkben 10 éves gyerekek. Zicser szerepek, jó hangulat és remek szereposztás jellemezte az előadást. A próba folyamat nehéz volt, de minden percét élvezték, mondta Bodnár Lonetta.
Nem volt könnyű, nagyon sok próbánk volt, és nagyon megszenvedtünk, de pozitív értelemben nagyon, nagyon jól sikerült, én úgy gondolom. És hát ez egy kihívás volt, én úgy gondolom, mindannyiunk számára. Mivel szenvedtetek meg leginkább? Mi volt a legnehezebb? Hát mondjuk nekem az énekléssel az mindig problémám volt, de végül is az is csiszolgattuk, tehát helyel közel meg vagyunk, illetve volt egy nagyon, vagyis van egy nagyon komoly koreográfiánk, úgyhogy segítséggel ez is meg lett oldva, és... Kinek a segítségével? Szőke Attila koreografálta, és nagyon szépen köszönjük neki, nagyon jó munkát végzett, illetve végeztünk együtt, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez is végül igaz, hogy tiszta kék-zöld vagyok mindenhol, de megérte ez is. Azért ez az ancug, ami rajtad van, ez nem a fellépő ruhád, ugye? De... Igen? Igen. Hát igen, a Kitty, a polgármester felesége egy igen érdekes figura. Nagyon színes, én úgy gondolom. És hát abszolút nem olyan, amilyen én vagyok, tehát a való életben, de nem baj, ez is egy kihívás volt. Mindent ki kell próbálni. 17-szer láttam, nem is 18-szer, még úgysem. Úristen, melyik volt? Ez a Tasnádi darab nem egy könnyű darab, amúgy meg társadalomkritika. Ezt mennyire könnyen fogták, amikor rendeztétek őket, hiszen azért gyerekek. A darab meg nem gyerekekről szól. Hát ugye elég sok előadás, hát kevés előadás van olyan, ami gyerek szereplőkről szól. Viszont ugye most feltették az előbb a kérdést, hogy mit tervezünk. Én viszont találtam már valami szöveget, ami gyerek, tehát ifjúsági darab, hogy úgy mondjam. De fontos ez egyébként, vagy pedig a gyerekek nagyon jól ráállnak erre a vonalra? Értik, különben abszolút értik a lényegét ugye az előadásnak. Sokat elemezgettünk, sokat beszélgettünk, ugye eleve a figurákról, a polgármesterről, a Diniről, ugye, aki ott hagyja a falut, aztán visszajön, becsapja őket másodszor, tehát ugye jön egy városi mafiózó, tehát hogy kik ezek a figurák, meg hogy élik ugye a mindennapjaikat. És ez egy nagyon-nagyon szép kis egyveleg, mert nagyon minden figura más végül is az előadásban, és egy nagyon jó összhang van a szereplők között, és nagyon jó össze is rázódott a csapat most ugye az utolsó hajrába, itt tényleg egy szerintem egy jó kis előadás alakult ki. Karambolozni tetszett? Jézusom! Hát a Kitty is mondta, hogy a zavakó pályán egy busz, meg egy slepper. Egymás között az egyetértés meg volt, tehát hogy azért ebben a darabban is sokféle úton lehet elindulni, mondjuk. Igen, ez egy, amikor elindult a Bolondok Tánca próba folyamat, akkor én nem tudtam mit lenni, és akkor a Zalánnak hagytam egy ilyen valami csontvázat, ami elég csontváz volt csak a darabnak, és ezzel kellett dolgozni. És aztán nem tudtam mit lenni, és utána valamikor összefutottunk a Népszínházba, és akkor mondta, hogy jó van, akkor most, hogyha legközelebb majd jössz próbára, akkor nehogy azt mondd abban a jelenetben, hogy most, hogy ez így legyen, mert tényleg az van egyébként, hogy vannak ilyen momentumok, hogy a gyereket összezavarod, mert a Zalán is egyfajta úton gondolkozik. De ezek mind valahol a cél az ugyanaz, csak egy kicsit más meglátásból, és ez egy normális szerintem egy emberi folyamat magadba, ahogy átszűröd ezt az egész darabot. És akkor utána azt mondtam, jó, akkor azt mindig jegyzetelek, és akkor esetleg majd utána, akkor azt mondom, hogy én itt lehet, hogy így gondolnám, vagy úgy gondolnám, de a végére azért szerintem itt ez az adrenalin, ez megadta az egésznek a smekét, meg szerintem itt valami pici boldogság érezhető, én úgy érzem. Na így volt ez talán? Hát minden próba folyamat alatt vannak nehézségek, hogy ki ér rá, mikor ér rá, hogy ér rá. Tehát ezt, csak időben vannak nézetet, vagy nem összeegyeztethető terminus szintjén vannak súrlódások, vagy pedig konkrétan az út folyamán, hogy hogyan elérni azt a célt, mondjuk, amiben megegyeztek? Hát időpont is, meg hát ugye, tehát különbözőek vagyunk a Csabával, én, ahogy mit mondasz, más rálátásom van a dolgokra, neki más. És hát én most igen mondtam ezt, hogy akkor én most elkezdem rendezgetni az előadást, és hogy ne nagyon változtasson rajta, hogy csak amit tényleg úgy látunk, hogy az most nem működik, vagy esetleg megpróbálni másképp. De viszont mondhatni, hogy a 80%-át, ugye, ami a beállítást illeti, hogy a beállító próbákat, meg mindent, azt most én végeztem, mert ugye Csaba a bemutató miatt hiányzott.
Úgyhogy, de tehát itt ötletek vannak nagyon sok a gyerekektől is, tehát nem csak mi, ugye, mint rendező mondjuk meg, hogy akkor ezt így csináld, hát de kérdezik, hogy akkor esetleg ezt így is lehetne, persze, próbáljuk ki, és hogyha most működik, ugye mindent elfogadunk, tehát nyitottak vagyunk ebbre. A tanoda néhány tagja, köztük Nyári Ákos, amennyiben felvételt nyer a Művészeti Akadémiára, ősztől már nem lesz a csapattal. Ebben a felállásban tehát most játszottak utoljára. Muszáj, hogy abban maradjon, ugye, sajnos, bár nagyon szívesen csinálnám az akadémia mellett, mert ugye ez egy olyan jó csapat, hogy nehéz megválni most tőlük, hát ugye, most ez egy búcsú. Lajos, a füledem, ez kéne még, hogy négy a talogni. Üdvözlöm, Lénes. Nem nincsen valami ilyen körülmények között átlózom, de nem. Ne halad, hogy én ismerik egyben? Én persze mondtam. Te szállni! A feleség, Adi! Ne halad, de nagyon rossz. Minden életnek egy változata van, az, amit élünk. Vajon neves költő és prózaíró Hály János, aki nemrég Zentán a Városi Könyvtár vendége volt. Az irodalmi esten Hály Jánossal Berényi Emőke és Patócs László kritikusok beszélgettek. És nekem akkor lett az egésszel ambivalens a viszonyom, amikor úgy éreztem, hogy először nem is író, bár nagyon kisgyerekkorom óta írtam. Zsúfolásig megtelt a Zentai Alkotóház Ahhozott Lélek című irodalmi esten, amelynek keretében a neves budapestű költő és prózaíró Hály János mutatta be legújabb Hozott Lélek című kötetét, amely az idei Budapesti Nemzetközi Filmfesztiválra jelent meg. Jó úgy beszélni, és jó úgy eljönni valahová, hogy azt látja az ember, hogy van egy érdeklődés. És úgy éreztem, hogy mindenki olyan, tényleg olyan őszintén figyelt, és olyan kíváncsi volt. Egy kicsit úgy szorongtam is, hogy biztos, hogy jó vagyok-e én, kielégítem-e én ezt a kíváncsiságot. Úgyhogy volt bennem egy ilyen félsz, ami tulajdonképpen fenn is maradt az egész beszélgetés során, hogy mennyire érvényes az, amit mondok. A Zentai esten Hály Jánossal Berényi Emőke és Patócs László kritikusok beszélgettek, akik rendkívül sikeresnek értékelték az estet, amelyre a költő és prózaíró elsősorban olyan novellákkal érkezett, amelyek a szélesebb olvasó réteget is megcélozzák. Én úgy hiszem, hogy a közönség számára is élvezetes volt ez a mai, mert Hály János bebizonyította, hogy egy úgynevezett közönségbarát író. Értem ez alatt azt, hogy ő nagyon hatásosan elő tudja adni az ő mondandóját, és kifejezetten nagy szerepet szentel magának az előadás módjának. Megpróbálja megszólítani a közönséget, élővé teremteni azt, amit mond, és ennek kapcsán valóban arról beszélhetünk, hogy kapcsolatot tudtak teremteni magával a közönséggel, magával az érdeklődőkkel, magával a hallgatósággal. Szerintem azt is meg lehetne még egyezni, hogy kifejezetten olyan novellákat választott ki a régebbi, illetőleg a legújabb a Hozott Élek című kötetéből is, amely a széles olvasó közönségnek is elnyeri a tetszését, tehát nem csak azoknak, akik egy magas irodalmi alkotást várnának most itt, hanem azokat is, akik egyrészt magát a Hály életművet szeretnék így kívülről, nem olyan nagy olvasottság után megközelíteni. De akik egy kicsit is ismerik ezeket a történeteket, egy kicsit is ismerik a Hály köteteknek a sajátosságait, azok érezhették, hogy lényegében tipikus és jó szövegeket tudott ma felolvasni itt a közönségnek. A kritikusok szerint Hály János megkerülhetetlen alakja a kortárs magyar irodalomnak, ugyanakkor színházi szerzőként is jelentős alkotóként tartják számon. Hály János ha lehet ilyet mondani, a magyar irodalom krémjébe tartozik, tehát a kortárs irodalom egyik legkiemelkedőbb alkotójáról van szó, és ez a Zentai Alkotóháznak a profiljába, ebbe a sorozatba, amelyben ugye vendégül látták Závada Pált vagy Grecsó Krisztiánt, pontosan beleillik. Hály János életművében nagyon fontos az idő probléma. Az idő olyan értelemben, hogy az idő túlságosan sokszor szorít és véges. Nyilván ezt az ember fiatal korában nem érzi, hiszen az embernek fiatal korában végtelen az ideje. A végtelent a szó szerint kell érteni, hiszen a halál sem fenyegeti, legalábbis így hiszi, így érzi egészen kamaszkoráig. Talán a felnőtt kor egyik jele, amikor már elkezdjük érezni, hogy ez bizony véges. És az ezzel való hadakozás az, ami például az új könyvfesztiválra megjelent Hozott Lélek című novella gyűjteményében is benne van. Ez az, amit én úgy határoztam meg, mint hogy
a középnemzedéknek a problémái. Nyilván ezt nagyon leegyszerűsítve és kicsit túl pszichologizálva is lehet kapuzárási pánikként emlegetni, de tény is való, hogy nem csak párkapcsolati problémákat, hanem a helykeresés, a mókuskerékből, a kizsigerelt hétköznapokból való kilépés tereit keresi ebben az író. És milyen sorsa volt az övé, és milyen sorsok veszik őt körül. De ilyen szempontból, ahogy mondod, igen, ez direkt. Ez szándéka szerint direkt. Az idő az nem egy szimbólum. Az idő az a legvadabb realitása az emberi életnek, az emberi sorsnak, és számomra az idő egyrészt kijelöli, hogy hol vagyunk az életünk folyásában. Mindig vagyunk valahol, és mindig abban a relációban látjuk a világot. Amikor a gyereket írtam, ezt a regényt, ami nagy vonalakban áttekint egy 50 évnyi életutat, ezt nem lehetett volna 35 évesen megírni, és nem azért, mert 50 évet tekint át, hanem azért, mert olyan sorstörténetekre lát rá a narrátor, a beszélő, a regény elmesélője, amely sorstörténeteket nem lehet 35 évesen látni. Tehát mindig máshonnét és máshonnét látjuk a világot, és mindig máshol és máshol vagyunk az életünkben. Ez nem csak egy irodalmi kérdés, ez az emberi sorsnak, az emberi létnek az alapkérdése, hogy hol vagyunk az időben. És bárhol vagyunk az időben, mindig kéne olyan jól élni, olyan rendesen élni, olyan normálisan élni, nem feszengeni, hanem mindig megbékélni azzal a helyzettel, amiben vagyunk. Bár nem perspektívikus a helyzet, tehát azért az ember egyre rosszabb pozícióba kerül az idővel szemben. Kettőnk közül ő fog nyerni, ezt mindannyian tudjuk, de az nem azt jelenti, hogy bármikor is feladhatjuk, és bármikor is, ameddig vagyunk, átengedhetjük az idő, vagy az időből adódó, az idő múlásából adódó depressziónak a kezdeményezést. Az író jelenleg a Villanyszerelő című opera librettón dolgozik, ugyanakkor egy sajátos megközelítésű irodalom történet kidolgozását is tervezi, amelyben elképzelései szerint ugyanolyan fontos lesz majd az írók személyisége, mint amilyenek a munkásságuk, ugyanis ilyen módon szeretné megkísérelni emberközelibbé tenni a magyar irodalom legkiemelkedőbb alakjait a mai kor embere számára. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Jövő héten beszámolunk a 21. Kálmány Lajos népmesemondó verseny eredményeiről is. Tartsanak velünk, viszontlátásra!